Akkor odalépett egy törvénytudó, és próbára akarta tenni Jézust. Mester, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? Az irgalmas szamaritánus történetével hozta közelebb az irgalmasság évét a mezőgazdasági iskola tanulóinak Damjanovics József Esperes, aki a görögkatolikus egyház fenntartásába került intézmény lelki vezetője is egyben. Az irgalmasság éve a hétvégén november 20-án Krisztus király ünnepén zárul minden keresztény közösségben. Az irgalmasság és a megbocsátás nem csak az egyházi tanítás miatt fontos, mondta az atya, a mindennapi emberi közösségekben és a fiatal is iskolai közösségekben is szükség van rá. Az egymáshoz való viszonyuk az, ami nagyon fontos, hiszen hozzászoktak ezek a gyermekek ahhoz, hogy csak magukkal foglalkoznak és törődnek. Mivel itt közösségben élnek, akár a kollégiumban, akár osztálytermekben, szükséges felhívni a figyelmüket arra, hogy nem az a feladatuk, hogy a másikat letiporva jussanak előre, hanem kéz a kézben tudjanak előre haladni, mert hiszen a jövőben is, bárhová jutnak, mindig közösségben kell lesz majd élniük, ha emberi életet akar. Az intézmény tanulóinak talán új, hogy a nemzeti ünnepeken túl az egyházi ünnepeket, eseményeket is megtartják, ám a görögkatolikus egyház szellemiségéhez hozzátartozik, hogy a rendkívüli szent évről való megemlékezés is meglegyen iskolai keretek között, mondja az igazgató. A Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén például ugye a tantermekbe kikerülő keresztek megáldásával kezdődött el ez az egész változás, amit a gyerekek kézzelfoghatóan éreztek, illetve ugye a kollégiumban Szent Imre ünnepsége, a Szent Imre kép megáldásával, és most pedig az irgalmasság évének a bezárásával folytatódik ez, és természetesen ahogy közelítünk az adventi időszak, illetve a karácsony felé, ugyanúgy ezek a megemlékezések és ünnepségek ugyanúgy az egyházhoz kötődően folytatódni fognak, amiben hát szerencsére nagyon jó kapcsolatunk van Damjanovics atya személyében, aki ezt irányítja és kézbe veszi, és az iskolában közösen szervezzük ezeket az ünnepeket. Megbocsájtás napját szerte az országban több mint 20 településen szerveznek meg. Sátoraljaújhelyen délután 3 órakor kezdődik és vecsernyével zárul a nap, melynek keretében levetítik a három magyar görögkatolikus egyházmegye vezetőinek közös videó üzenetét.